Na sziasztok! A mai videó egy kicsit rendhagyó lesz, mert hogy ma egy embert fogok nektek bemutatni, egy olyan embert, aki megkerülte a Földet egy biciklivel. Ő Illés Adorján. Tartsatok velem! A helyzet az, hogy régóta követem Adorján munkásságát. Egyébként szerepelt már több rádiós műsorban is. Én még azelőtt ismertem meg, még a YouTube-on találtam rá valamelyik videójára, hogy épp körbeutazza a Földet. Úgyhogy jelen van YouTube-on, de főleg Facebookon tevékenykedik mostanában. Majd leteszem a leírásba a linkjét. És ugye a videóit látva ugye gondoltam, hogy budapesti, de hogy valahogy nem gondoltam, hogy megismerkedhetnék. Aztán tegnap jött egy poszt tőle, hogy el fog költözni innen, és most épp egy garázsvásár tart ma, és akkor ráírtam, hogy nem lenne kedve egy interjút adni, és tök jó arc volt, nagyon örült neki, úgyhogy meghívott magához, meg fogja mutatni a bicikliét is, meg minden. Nagyon várom ezt a napot, induljunk is neki. Itt vagyok. Itt van velem a Dorján. Hello! Sziasztok! És itt van velünk Krisztina is, aki szintén egy vendég. Igen, és szeret biciklizni. Nézzük meg. Jó, hát például azt érdekességképpen meg tudom mutatni, hogy ez a világtérkép, és kék színnel jelöltem azokat az országokat, amelyikbe jártam a 4 éves expedíció során. Igen, 45 000 kilométert tekertem, 39 országba jártam, 1473 napig tartott az expedíció, és itt az útlevelem is, amit újonnan vettem, mielőtt elindultam, és teljesen betelt. Milyen nyelveken beszélsz? Amikor elindultam, akkor angolul és németül beszéltem, és ahogy beléptem egy országba, ugye elkezdtem megtanulni az adott ország nyelvét. Szóval most hát már kicsit. Igen, most már kicsit visszaesett a tudásom, de tudtam alapnyelven törökül, fárciul, Iránba. Hát minél többet voltam egy országban, annál jobban megtanultam a nyelvet. És Japánban 3 hónapot voltam, ott már egy egész jó kezdett menni a japán. Aztán mielőtt hazatértem, akkor voltam Közép-Amerikában, meg Dél-Amerikában, több mint 1 évet, és jó, megtanultam spanyolul. Szóval szerintem még most is emlékszek rá, és akkor beszéltem spanyolul. Vamos a hablar en español. Így nézett ki a bicikli a teljes felszereléssel, 50 kilót nyomott, és ez a 5 plusz egy táska volt nálam. És akkor rajtad nem is volt, gondolom úgy. Nem, igen, azt én nem is javasolnám. Azt is meg kellett tanulni, hogy sorrendbe kellett pakolni a dolgokat. Tehát amik így naponta többször kellettek, azt mondjuk ide a bal első táskánk a tetejébe tettem. Uh-huh. De amit csak ritkán használtam, azt meg az aljára. Minden a praktikusság. Legjobb dolog az egészben a szabadság volt. Reklámok, híradó, meg ki mit gondol, meló, állás, akármi. Volt egy biciklim, napi olyan $6 gazdálkodtam. Annyira kellett költenem, hogy vettem kaját, az kész. Vizet is mindig kértem a helyi emberektől. Mindig volt nem egy-két kulacs, 3-4 liter víz, és akkor meg. És iható volt? Igen. Ja, a palackozott víz, de csak vizet is itt? Nagyon sokszor. Aha, így a palackozott vízre költöttem a legkevesebbet szerintem. Szállásra meg vízre. Mindig kértem valakitől is. Spálinkát vittél magaddal? Nem. De 4 évre hogy hiszem magad? Kell egy hordó még, ide tudod megállni. Igen, kell egy 100 literes hordó. És milyen helyeken aludtál? Amikor sátoroztam, akkor sátoroztam dzsungelba, hegy tetején, a legmagasabb, 4000 méter felett is sátoroztam, ott már hideg volt eléggé, de a leghidegebb pont az Tadzsikisztán volt, és ott a -12-13 fok volt a sátorban. Aztán, amikor nem, ja meg tengerpartokon sokat sátoroztam. Ha! La! Ha! 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 Köszön! Most keltem fel a parkba. És 7 óra van. És arra keltünk fel a tésznek. Ha meg nem sátoroztam, akkor bekopogtattam a helyi emberekhez, rendőrségen, tűzoltóságon, patikában, pékségben, buddhista kolostorokban, templomokban, iskolákban, bárhol, ahol tudtak emberek segíteni, ott aludtam.
és úgy sikerült alacsony költségvetésen tartani a büdzsét, hogy nem költöttem szállásra. Csak amikor már ilyen nagyon-nagyon fáradt voltam, vagy nagyon nem volt kedvem bárkivel beszélni. Ha belépünk Ázsiába, ott már sokkal olcsóbb minden, mint Európában. Nem eszel húst, ugye? Nem, nem már vagy 6 éve. És India például szuper olcsó, meg Ázsia sok helyen, és akkor ott a helyi kifűzdéknél lettem. És Indiában ráadásul van egy olyan szokás, hogy ha megeszed a kaját, akkor tudsz kérni repetát ingyen. És én mint biciklis, nekem ez így nagyon jól jött ez a funkció vagy szolgáltatás, és sokszor kértem plusz repetát. És tényleg kért egy ilyen hatalmas tányér rizs, tele zöldséggel, mint olyan 300 forint. Aztán Ausztráliában például kukáznom kellett, mert Ausztrália az nagyon drága, főleg Ázsiához képest. És akkor hallottam én másik utazóktól, hogy azt szokták csinálni, hogy elmennek a szupermarketek mögé, és ott vannak azok a hatalmas nagy konténerkukák, amiben a lejárt szavatosságú, meg az ütődött gyümölcsöket kidobják, és hallod, mindent kidobnak. Uh-huh. Van egy alma mondjuk, és van rajta egy kis barna folt, megy a kukába, meg mangó, és emlékszem, az első nap már annyi cuccot találtam a kukába, hogy nem tudtam hova tenni, úgyhogy a második nap már készültem, és vittem magam egy csomó plusz nejlon szatyrot, és emlékszem, hogy a második nap találtam 20 nem tudom hány darab mangót, és egy darab mangó, hogy is volt, 2 ausztrál dollár volt, 400 forint mondjuk, és abból találtam 20-at. És vagy semmi bajuk nem volt, vagy egy kis ütődés volt rajtuk, és ez így nekem nagyon nagy segítség volt. És tök izgalmas is volt. És itt lehet váltani, 18 sebességes, állóhelyzetben is lehet váltani, és az első sebesség és a 18 között az arány, az sokkal nagyobb, mint mondjuk egy 27 sebességes klasszikus biciklen. Szóval, ha ilyen nagyon fölfelé kell menni, vagy nagyon lefelé, akkor is van megfelelő sebesség. A pedál pedig, az két oldalas pedál, az egyik a sima, hogyha a városi cipőben vagy, a másik meg hogyha ilyen becsattintó cipőben van. Nekem ez volt az első ilyen biciklis túra, tehát én soha nem csináltam semmi hasonlót előtte, és nem volt biciklis cipőm se előtte. És akkor elindultam a föld körül, akkor hát egy 10-20-szor biztos elestem, de nem úgy, hogy tök gyorsan mentem, hanem úgy, hogy mentem és megálltam, és elfelejtettem, hogy nekem be van csatolva a cipő, mert még új volt számomra, és akkor gyakorlatilag a bicóval együtt így eldőltem, mint a sózsák. Na, ti arról lemaradtatok, mert nem volt bekapcsolva a kamera, hogy ez egy szíjhajtásos kerékpár, látjátok, szíj van rajta. Igen, ez egy karbon szíj. Hát ebben a váltóban már szerintem 50 ezer kilométer felett vagyunk, és olyan különösebben nagy gond nem volt vele. Mert hogy ugye ez a váltó. Igen, igen. Úgy működik egyébként mechanikailag, vagy úgy néz ki, mint az autóváltók, hogy van benne azt hiszem 3 fogas léc, és azon egy csomó fogas kerék, és itt, ahogy két bovdennel mechanikusan össze van kötve a váltó kar a rendszerrel, úgy váltakoznak a fogaskerekek benne, és akkor úgy változik az áttétel. Úgy volt, hogy összesen 5 táskát vittem magammal, itt hátul volt 3, elő 2. Bal hátsó volt a ruhatáram, tároltam ruhákat, és ugye minél több ruha van nálam, minél több cucc. Szóval mindenek véges volt a tároló eszközöm. Aztán itt a másik oldalt hátul, abban volt a bicós felszerelés, nem volt sok plusz, szóval vittem magammal egy külsőt, belsőt, meg defektjavító kitet, aztán ezen kívül vittem a pumpa, bukósisak, és ez a konyha, ez volt a konyhám, itt volt mindig a kaja, akkor a kis tábori főzőm, amivel teát főztem neked, meg egy-két tál, meg kés, ez pedig ebbe a táska, ami most nincs itt, azon volt a hálózsákom, és még keresztben volt hátul egy táska, abban pedig a sátram volt, meg a fotós állványom. És akkor így összesen a bicikli a felszereléssel együtt 50 kilót nyomott. Ja, meg még van a kormánytáska, ez nagyon praktikus. Nem olyan, mint a BMX-en. Az 9. Aha, az azért jó, mert a bicikli alapból is közel 19 kiló, 18,5. Kormánytáska az meg tök gyorsan levehető, ha mondjuk mentem be boltba, akkor így ebbe volt az útlevelem, meg ebbe a fontosak. Igen, a bankkártyám. És az, még hogyha el is lopták volna a biciklit, akkor még mindig lehet volna útlevelem, meg táskám. És volt olyan?
Nem, és nagyon sokszor volt olyan a föld körül, hogy mindenféle szent emberrel találkoztam. Katolikus papokkal, hindukkal, iszlámokkal, meg sámánokkal. És akárkivel találkoztam, mindig megáldottak, meg megáldották a biciklimet is, és egy idő után úgy éreztem, hogy ez így tényleg velem van. És hogy nem kell így félni, meg ilyesmi, hanem minden szuper. Volt egy macskás hely. Aha. Ahogy nagyon ki voltak festve így a fal. Az Ecuadorban volt, és az pont egy sámánnál laktam. Az nagyon komoly volt. Igen, ott. De ez a hely az egyik legkülönlegesebb hely, ahol aludtam az egész földkerülős expedíció során. Ez itt a hátsó rész. Hey, Tony. Minden Tony festett, és Tony készítette el ezt a helyet gyakorlatilag olyanná, amilyen most jelenleg. Két szobában is aludtam, nem egyszerre. Hát számomra ez fantasztikus ez a hely, tiszta béke az egész. Nagyon szereti Tony hozzám hasonlóan a szuperhősöket. Lehet a szuperhősöktől tanulni. Van 6 darab macska, plusz 2 kis cica is. A macskák előrébb voltak, mint az emberek. És akkor lehetett elkezdeni ebédelni vagy reggelizni, miután a macskák már kaptak kaját. Aztán még van egy dinamó is, az első kerékbe szerelve, az még érdekesség, az hagyja az első hátsó világítást. Meg volt hozzá egy plusz kütyüm, csak az tönkrement, amit össze volt kötve a dinamóval, és a túl végén egy USB kábel jött ki, és akkor így tudtam tölteni a telefonomat. Szóval, mit tudom, egy 5-6 óra tekeréssel szerintem feltöltöttem 100%-ra a telefonomat, meg volt nálam egy powerbank, azt is így tudtam tölteni, szóval járműellátással se volt gond. És itt a sátram, ez a sátor talán 1,6-1,7 kiló összesen, jár hozzá még egy réteg, ezt az első réteget használtam akkor, amikor nem esett az eső éjszaka, nagyon sokszor nem esett az eső, és ilyen szúnyoghálószerű anyaga van, és a sátorból lehet látni a csillagos eget, meg a naplementét, a napfelkeltét, annyira gyönyörű. És ha meg esett, akkor ráhúztam a második réteget, és akkor meg védve voltam a víztől. Itt meg ez a tábori kis főzőkém, amit előbb ezzel készítettünk teát. Hogyha reggel este, vagy bármikor akartam főzni egy rizst vagy tésztát, akkor... És ilyen kis gázizét, konténert mindenhol lehet venni. Vagy ahol úgy láttam, hogy több hétig valahol a senki földjén leszek, akkor előre betárasztam egyel kettővel. És olyan jó volt, hogy egész nap mondjuk tekertem, és akkor este fölhúztam a sátramat mondjuk a dzsungel közepén, és akkor elővettem, volt nem mondjuk is rizs vagy tészta, zöldségekkel, és akkor megfőztem. Egyszerű élet. Közben Adórián csinál nekem egy szuper egészséges lötyit. Na kész van. Turmixot, köszi. Narancs, grapefruit, cékla, répa. Ez jó. Jó? Aha. Nem, amúgy egy kicsit lemaradtatok, szóval a lényeg az, hogy fogdosom ezt a bigyót, és éreztem, hogy van benne valami, és kérdeztem Adóriánt, hogy amúgy ebben mi van, és akkor miért ebben van valami? És ezt honnan hoztad? Ezt Ecuadorban kaptam egy tájvani úriembert, egy utazótól, és ez egy szerencse amulett tartó bigyóka, és most Ubi észrevett, hogy ezt ki lehet nyitni. Így hány év után? Ez majdnem pontosan 2 év után. És mi van benne? Egy papír. Ilyen shuriken formá... Oda nem. De nem fogsz, hogy nem nyert, tudod. Figyeld, ilyen DNS pirámidázatból van össze. Wow. Már ideig kinyílt. Még egy. És utána azt kell majd csinálni, valószínűleg ez tájvani úr lesz, írások rajta. Doppergés. Telefonnal le kell fordítsa. Csajnak a telefonszám. Nézd ez! Aki lefordítja, az iskolát. Én ettől le tudom fordítani. Ha egyszer buli lesz nálad Budapesten, csak jó arcok fognak megjelenni. Ide van írva. Szóval pirossal van a csak jó arcok így. Ha nem jövök, ez sose derül ki, hogy ebben van egy bigyó. Hát ez nagyon király.
Mit ki nem derül? Mert nincs még itt valami. Nem? Good luck. Good luck. Live in second. Data West. Gondolom, élj a pillanatban. Itt mutat valamit. Na, mint látjátok, egyre jobb a buli. Egyre többen vagyunk. Tök szuper emberekkel vagyok. Köszi, hogy itt voltál, és örülök, hogy megismertelek. Én is. Igen, aki itt esetleg érdekel az expedíciós utazásom, az a meandmybicycle.love oldalon megtaláltok Facebookon, Instagramon, és meandmybicycle oldalon YouTube-on. Beteszem majd a leírást. Jó. A linkbe a leírást, vagy a leírás a linkbe. Amíg próbálnak kiszabadítani ott egy fotelt, úgy fél órája, addig én kijelentkezek, úgyhogy hát... Ő az a híres bicikli, ő az a híres papír, ami miattam került elő. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot. Ha szeretnétek hasonló tartalmakat látni, bár ez elég különleges tartalom volt, akkor is iratkozzatok fel, és akkor találkozunk a következő videóba. Szevasztok!